tegyünk egy bátortalan próbát. Ez a gép, szándékosan mutat nekem hátat? Meg van sértődve? Értem. Jó reggelt, jó napot, jó estét kívánok annak függvényében, hogy ki mikor látja ezt a mai adást. Ma 2023. március 8-a szerda van. Azért nem március 9-én van, két obból sincsen március 9-én ez a műsor. Egyrészt március 9-én a Magyar Zeneházával kapcsolatos összeállítás lesz adásban, amihez hasonlóval a Kejfe soha nem állt elő. A holnapi adást már mint a csütörtökit, Kurz Adriennek, Naiman Gábornak és Friderikus Sándornak ajánlom, különböző okokból, de ezt itt most nem részletezem. Ma a, azt a műsort nézhetik meg még egyszer, ja, a másikok ok, azt nem mondtam, a másikok ok pedig az, hogy valami ismeretlen okból az én családom a születésnapokat egy nappal a születésnap előtt ünnepelte meg. <kül> ez most kicsit ilyen nyakánál vagy hajánál előrángatott, mert egyébként 9 élet lett volna ez a műsor, de 8-ára ezért kerül. Ma azt a műsort fogom megismételni, ami a Kejfe Jancsi életében 2023. március 1-én szerdán ment le, leszámítva a legelején azt a tökörést, ami műszaki hibából adódott. Ez tehát egy születésnapos műsora. Ne feledkezzenek el feliratkozni a Kejfej Jancsi YouTube csatornájára, kövessék a Kejfe Jancsi Facebook oldalát, és ha van hozzá kedvük, akkor lájkolják is a Facebook oldalukat. Távol létemben elérhetőségem döröpont, kukac, gmail.com. Ha ma akarnának betelefonálni a műsor után, már amikor befejeződik az én litániám, akkor ne próbálkozzanak vele, mert ez a mai ez a március 8-ai, ez nem egy élő lebonyolítású műsor. Jó szórakozást! Tegyünk egy bátortalan kísérletet arra, hogy egy ember, teljesen mindegy, hogy kicsoda, jelezzen vissza, hogy lát és hall engem. 061 253 12 Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Ezer éve nem hallottam. Igen. De mindig öre gondolok, tudja mikor? Nem. Akkor kinyitom a frigidert, és meglátom benne magát. Komolyan, még mindig tart. Hát sajnos mindegyik már nem. Hát, <laughs> kedves, ez nagyon kedves. Hát nem tudom, hogy kedves, szerintem lennének olyanok, akik megsértődnének, mondván, hogy miért a frigiderből kell magát azonosítanom. Hát, a produktum az produktum, kérem. Akár a frigiderbe tartják, akár a könyves. Hozzá se nyúltam az még egy... az egyikhez. Ugye? Belejét, vagy azt se tudom, hogy ezt nem kellett volna a Krisztának adnom, de nyilvánvaló, hogyha kibontam, akkor a Kriszta is kap belőle. Amiben alkohol is volt, az nem a Kriszta esete, úgyhogy ezt egyedül magamba öntöttem. De hát azt tudja, mert kértem is, és meg is volt sértődve, hogy én azt összetéveztem magát egy csapszékkel. Nem, 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 nem erről van szó hanem arról van szó, hogy az, hogy valami sikerüljön, az nem tőlem függ. ez most tavaly azért sikerült, mert nem volt eső. És ettől nagyon-nagyon zamatos volt a gyümölcs. Az nem kifejezés. Tehát előző évben ugyanezt csináltam, és nem sikerült, mert akkor rengeteg eső volt, és nem volt jó ízű. Tehát én akármit csinálok, az, hogy ez garantáltan ugyanilyen legyen, az egyáltalán nem tőlem függ. Tehát azért mondtam, hogy ezt, ezt én nem tudom vállalni, hogy itt készítek mennyiséget, mert nincs rá garancia, hogy ez... Megértettem. Lehet látni és hallani is? Igen, igen. Azért telefonálok, hogy én láttam, megkaptam a Youtube-on a üzenetet, vagy ugye ezt a, a jelzőságot indottam. És akkor kinyílt, igen. Az előbb én is próbálkoztam, mert a Facebookon se jött be. Nem, mert fennforgás volt. Igen, igen. Néha előfordul ilyen. Jó, akkor elkezdem, jó? Jó, köszönöm. Én is köszönöm. De. Elkezdem a túlzás mert ez már a műsor. Van az bizottsági értelemben is. Egy ideig rámolni fogok. Na hát hás vagy szívem? Hm? Ne légy megbántódva, én is durva vagyok olyankor, amikor valami nem működik is. Tessék! Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban apukámat ki kell szedni a szatyorból. Ugye a szatyorban azért van, mert valami van még ebben az urnában, és nem akarom, hogy kiszóródjon, vagy ha kiszóródik, akkor az hova rakjam, jobbra vagy balra? Jobbra. Új szereplővel Ismertetem meg önöket, ő anyukám. Így láthatják is. Igen. Apukám, anyukám. Sziasztok! Szia János! Kell egy törül közül. Így. Ha sokat beszélek, akkor legyen mit inni. Erről leszednik általában a cégjelzést, hogy minek nem tudom, de leszedik. Ez a Kejfe Jancsi. Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A netezők valamit fiala János 14 éven aliaknak nem, és felette is csak igen korlátozott mértében ajánlott műsorra a mai műsor könnyen lehetséges, hogy csak 18 éven felülieknek való. Minden a kísérleti műsor, abszolút, minden nap utolsó adás, azt tapasztalhatták, hiszen később kezdtünk. Minden nap meglepetés, arra szavak nincsenek, és minden nap korlátozott apokalipszis. <tosz> Jut eszembe, tegnap fogtam magam, mert valóban befogtam az apokalipszis mostot, és felvettem. Nem tudom, mikor fogom megnézni. Egy tárc. Ezek a papírok most nem. Aztán egy tányért is szalvétával. Anya, megadjuk a módját, igaz? Tehát azért csak úgy nem. Naftár most nem kell. Egy fésű. Egy szájvíz. Egy fokrém. Kulcs nem kell. Oké, okay, tudom, miért hoztam el a sárga csillagodat. Hát nem tudom, elhoztam a sárga csillagodat. Ha másért nem azért, hogy emlékeztesselek arra, hogy milyen faramuci módon tudtam meg, hogy zsidó vagyok. Oké, okay, rendben van, óvni akartál. Mitől akartál óvni ebben az országban? Tehát azt gondoltad, hogy lesz annak esélye, hogy nem fogom megtudni, hogy zsidó vagyok? Hát nézd, ez sikerült nagyjából talán kilenc éves koromig, Hát onnantól kezdve zsidó vagyok. Addig is az voltam, csak nem tudtam róla. Beveszem a gyógyszereimet. Neked is volt ilyened? Talán volt. Bizoprolol, fél. Egy valami V betűvel kezdődő, azt nem tudom, micsoda. És van még egy A betűvel kezdődő, és azt se tudom, hogy micsoda bizokról, annak nem tudom, miért tudom, a nevét, abból négyet kell, nem, abból kettőt kell venni egy nap, a másikból felett, a harmadikból csak reggel egyet. Azért apa az volt a szép idő, amikor az ember nem szedett gyógyszert, azért egyesszünk meg. Tehát ez így, ez így, nem rossz, de amikor a sérvműtétemnél 180 per, nem tudom mennyi volt a vérnyomásom, és azt kérdezték, hogy ez máskor is így szokott lenni, vagy ez valami műtéti láz. És mondtam, hogy hát nem szokott ennyi lenni, akkor azért ahhoz a Friedman kelledrág drága apa, hogy megoperáljanak, mert egyébként más tudja, hogy nem vállalta volna, és aztán kiderült, hogy volt ebben műtéti láz, de azért alapvetően magas volt a vérnyomásom. Neked nem volt magas vérnyomásod, ugye? Vagy volt? Oké, okay, megtisztítom a szemüvegemet, oké, okay, tudom, anya, ezt már otthon meg kellett volna tenni. Persze, persze, persze. persze, persze, persze. persze, persze. Okay. Hát mondjuk azt, hogy most tisztában látom a világot. Telefont kikapcsoljuk, parkolást elindítottuk, igaz, András? Pitty, így. Apa, neked volt mobiltelefonod? Arra? Nem is emlékszem. Talán nem volt. Nem tudom. Na, mi van még itt? Egy papír. Még két, vagy még három papír. Ezt mind fel akarod olvasni? Hoppá! Van itt egy könyv. Van itt egy ilyen. Kicsit meggyűrődött. Vigyázz rá. Ezek pótolhatatlanok, így. Szerintem erre ma nem lesz szükség, de ez ilyen jelképévé vált. tudod anya, én ilyenkor régen ordítani szoktam, és csapkodni. Apa erre azt mondta volna, hogy mond fiam, ha ordítasz, attól bármi is jobb lesz Amire természetesen nem tudtam volna jól válaszolni, de most saját magam jutottam az eszembe a kurtácsról, akit most nem látsz, itt Google mellettem, mert reggel az ajtóban Jánoska fogadott, őt se ismered. És kiderült János Kárról, amit eddig is lehetett tudni, de amit a Kurtásról is lehet tudni, hogy mind a kettejüknek van lelkük. És az az igazság, hogy ez a lélek ez ma a legjobb módon került elő, mert nem arról van szó, hogy egy nőt szeretnek, és ebből adódóan összevesztek egymással, mert hát ehhez ugye kell mi közöbb lenne, hanem arról volt szó, hogy műszaki fennforgás van, és mind a kettejüknek nagyon fontos volt, hogy elhárítsák a problémát, mind a ketten úgy gondolták, hogy nem vagyok, nem voltam itt, csak feltételezek hogy ezt meg tudják oldani, aztán elkezdték egymást zavarni, valószínűleg csúnya szavakat használtak egymással szemben, de most együttműködnek, mint egy stáb. Én is a stáb része vagyok, csak nem foglalkozom azzal, amivel ők. Nézzet, fogalmam nincs, anya. Oké, okay, igazad van, fogalmunk nincs, hogyha Jánoska vezetne műsort, és a kurtás az mi lenne. Egy biztos, hogyha én avval megpróbálkoznék, ami amivel ők jelle foglalkoznak, akkor itt már nem lenne műsor. Azt tuti. Tehát legfeljebb a konnektorba tudnék bedugni valamit, de az se biztos, hogy a megfelelő dolgot dugnám be, így aztán nekik egy tízes skálán tízesre vagyok kiszolgáltatva. Tudom, anyja, tudom, tudom, unat, hogy én mindenben azt mondom, hogy tízes skálán, és ráadásul nem tudhassuk, Tudom, tudhatjuk, csak most vicceltem. Elnézést, anya, neked nem minden az a vicc, ami nekem, hogy ilyen fennforgást nem lesz -e még. Valaki telefonált is, feltettem, azt akartam mondani, hogy nincs hang, <kül> mert hogy vannak ilyen visszajelzések ebben a műsorban, tudod, ez egy, bár azért ezt a műsort te ismerted, apa, csak te nem ismerted, ez egy viszontagságos műsor. Tehát megélt már sok mindent. A műszaki biztonsága az nem az erénye, ha egyáltalán ennek a műsornak van bármi erénye is. Na most, hogy visszajött a hang, egy ilyen kisebb, kejfejöncsis sztrók után. Oké, okay, Kriszta, tudom, nem viccelünk ezzel. Oké, okay, rendben van. Nekem annyi felettes énem van, hogy abból nyugodtan kölcsönzőt tudnék nyitni. Tehát komolyan. És akkor jön még a a bocskor, a bolgár, a potyondiadina, én nekem kölcsön is adnak felettesén. Tehát nem elég, hogy nekem van a szüleimből adódóan, a barátnőmből, időnként a lányomból adódóan felettesénem, de aztán jönnek a többiek, hogy az osztálytársaimról ne is beszéljek, akikről lesz még szó. Potyon Diedina is felettesén. Hogy segítőkész felettesén eh, Hát, hát ö... efelől vannak kétségeim de végül is nekem kell tudni, hogy mit akarok, így aztán nem biztos, hogy Bolgár Györgyre, Bocskor Gáborra, az ATV-re, most akkor Bolgár Györgyöt azonosítsam a Klub Rádióval, vagy Bocskor Gábort az ATV-vel, ezek bonyolult dolgok. Tehát, hogy ők biztosítanak nekem további önkontroll, hogyha Tehát én szívesen kölcsönadok bárkinek felettesént. Megegyezünk az árban. Ezt most megeszem, anya. Gondoltam reggel, hogy egy tőled örök szanakszot is bevegyek, de az legutóbb egész tragikus hatással volt rám, oké, ittam is rá. Ezt mástól tanultam, ezt most nem beszélem ki, már valamelyest tudom a diszkréciót, határok. Ez a gyerek nem ismeri a határokat. Um, de aztán nem vettem be. Emlékszem, hogy apámtól mennyi gyógyszer loptam gyerekkoromban, azt hittem, hogy ez menő. Ha az ember tardilt vesz be. Az valami eunok csincs, azt is Akkor nem volt még divat a vagdosása. Ez miatt hoztam, anya. Tányér, szalvéta. Most átmenetleg magatokra hagylak benneteket. Kurtás Jánoska, jól viselkedjetek, ne bántsátok a szüleimet, bántom őket eleget én. Pár dolgot kiviszek, és aztán visszajövök. Éj, éj, éj. Erre nem lesz szükség, mert nem koszoltam be semmit. Éj, 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 éj. De először. Mindjárt jövök. Ha javrendben van, anya, egy Hónap elmegy, fodrászhoz tudom, hosszú. Nem pont olyan a hajszerkezetem, mint amilyen volt annak idején. Tudom, kicsi sok fokrémet rakok rá. A honpola, egyáltalán a nők, azok teljesen másféleképpen nyomják a tubust, mint a férfiak. Tudod ezt, apa? Anya, hogy nyomta a tubust? Én nem is emlékszem. Ha annak idején lesz volna elektromos fogtefe, többet most volna fogadni. Kedves pocsondi, nem tudom, a Monty Fajtad az mosat adásban fogad? Oké, okay, anya, piszülni, kakilni nem fogok adásban. Igen, tudom, van ez az ideges köhögés, mert is fogok menni a tallerhez, ha fogod. Tudom, apa, tudom. Semmi extra. Most olyan leszek, mint a tévémaci. De például az urnába, Edina, nem fogok beleköpni. Mm-hmm. <clears throat> tehát őt megnyitva hagyta pedig, vagy fent hagyva, fent be, pedig a kurtács az nagyon hákliselő. Mivel kezdjünk, mivel kezdjünk? kutkut kuc. Ez most, ez most, ez most. Azért csökkennek a papírok. Ez kell. Szép csomagolást kapott. Istenem, Istenem. Egy osztálytársam írta 1973-ban, talán. Rég voltán volt. Az együttöltött évek során jól-rosszul kialakítottunk egy közösséget, ismerkedtünk, tanultunk, átlagosan nőttünk 20 centit, hisztünk 5 kilót, ho ezt nem tudom elolvasni, bíráltunk ezt a legtöbbet, elidegenedtünk, felnőttünk. Természetesen a világ is változott körülöttünk, annak külső hatásai jelenségei segítségével fejlődött egyéniségünk, személyiségünk valamilyen irányba. Mindegyik minél kifejlődött de egy fű jellemvonás, például a szerénység, vidámság, emberség, lustaság, nyegleség, gondosság, stb és a tulajdonságokból még a rosszabbakat sem tudom elítélni, hiszen emberek vagyunk, és így is emberiek. Bízom az ember értelmében és tehetségében, írta egy osztálytársam valamikor 1973-ban. Ez Valahol a születésnapom környékén talán. És bízunk mindannyian, hiszen ezért járunk iskolába, életet, tudást akarunk, s nem ölni, pusztítani az embert. Van azonban, akiben mindegy tőle függő vagy független dolgok miatt állati ösztönök alakultak ki, és váltalán nem fű, de egyik jellemző vonásával. Nem állítom, hogy az őt ért fájdalmak és bosszúságok, melyeket önmagát imádva éppen ő szerzett, nem játszanak közre, de hogy embertelenségének fű, oka ő maga, ezt igen. Rossz emberi tulajdonságai abszurdá váltak, ezzel taszította ki magát barátai sorából, de nem érte be ennyivel, mást is maga után akart rántani. Nagy ballépése volt, hogy ebben a helyzetben olyan vágyakat tűzött maga elé, melyet, melyek zárójel, ő is tudja, számára egyelőre elérhetetlenek, s amelyekben kifejlődik, kifejeződik, önteltsége, irreális gondolkodásmódja, mindez akaratlan ő bizonyítja Bönnovellának nevezett irományaiban. És hogy ezek a nevetséges vágyak nem teljesedtek be, nem is teljesedhetnek be, úgy érezte nagy fiala János ellen ezzel, ezek a lányok, mert többen is voltak, fatális, megbocsáthatatlan bűnt követtek el, és dühötten forralta bosszusját. Egyik másiknak meg is mondta, hogy amiért nem hajlandó vele járni, mindenféle rosszat el fog híresztelni róla. Ez igen, gratulálok. Nagyszerű hetsz, igazán jó mulatság. Azokat, akik vele tartottak ebben az ostoba játékban, csak sajnálom. Lehet, hogy számukra jó vicce szerintük lényegtelen kis tréfa, de talán rájöttek arra, hogy embertelen is. Minden esetre a bosszú elsült, a tervezője pedig fölényes mosolyjal nyugtázta, hogy ugye, ugye. Így jár, aki ellenáll neki. Állati ösztöneit irányító embertelensége kielégítette őt, de hogy helyzet főleg ezek után változni nem fog, biztosíthatom. Ennyit talán elegendő ahhoz, hogy ő maga is elgondolkodjon tettein, hibáin, levetközze állati tulajdonságait és alattomos magatartását, próbáljon emberségesen viselkedni, és legalább annyira tisztelni másokat, amennyire önmagát tiszteli. Írója, akárki közületek, akikben egy kevés emberség van. Ez történt 1973-ban, de 2023-ban is történnek ilyenek. Csak azt Facebooknak hívják, vagy nem feltétlen Facebooknak. Rég voltán igaz volt, az Apácai Gimnáziumban vagyunk, a harmadik C-ben, de lehetnénk egy Facebook csoportban, vagy lehetnénk más levelezési listán, az utcán, egy hentesboltban, egy másik munkahelyen felnőtten. Csak kiterítve holtan nem, mert azok már nem így viselkednek. Állítólag. Hogy igaz amit írnak, vagy sem, nem feladatom eldönteni. Én az utolsó sorban ültem Markoja Péterrel, akit talán a József Attila gimnáziumból rúgta ki előtte, apja igazságügyminiszter volt, úgy gondolta, hogy jó helye lesz az apácaiban. Nem úgy élt, mint ahogy én, de Markoja Pétert nem fogom ennél jobban kibeszélni, ki tudja, milyen fali újságra kerülök még, azt se tudom, mi van Markoja Péterrel. Mögöttünk volt az osztály fali újságja. ez az írás, amit felolvastam, ott jelent meg valamikor 1973-ban. Aztán követték a többiek. Ez egy névtelen levél, egy baráti körből, amelynek tagja voltam. Újabb és újabb cikkek jelentek meg. Osztályfőnököm Szőnyi József arra biztatott, hogy válaszoljak, válasz is született rá. Egyre újabb és újabb cikkek jelentek meg. Én egyszer csak azt tapasztaltam, hogy nem tudok a padomba beülni, mert az egész iskola csodájára járt ennek a fali újság cikkezésnek. Ott álltak, kérdezték, hogy ez kiről szól. Volt egy rövid idő, amíg büszke voltam rá, aztán más történetben Mérei Zsuzsi, Mérei Ferenc lánya elmesélte, hogy egy balek vagyok. Akkor is balek voltam, bár más jellegű balek. És egyre jobban éreztem azt, hogy ami itt történik, az nem jó. Lehetséges, hogy amivel kiváltottam, abban igaza van a társaságnak, de hogy ennek a kibeszélési módja, ez így nincs jól. Emlékszel, anya? Azt se tudom, tudom, hogy én erről menet közben beszámoltam, mert vagy csak a végén akadtam ki. Azt sem tudom, hogy ti egyébként mennyit tudtatok az életemről, nem túl korrekt politikailag ma, de Szűnyi József, akiről utólag az derült ki, hogy ő valamilyen 1 per 2, 2 per 3, 3 per 4, 4 per 5, 5 per 6 volt, vagy 6 per 5, így volt-e, vagy sem fogalmam sincs. Vezető tanár volt az apácaiban. Engem valamiért nem bírt, vagy nagyon is bírt, és szeretett volna maga képére varázsolni, nem tudom. Ti anya őt istenítettétek, mint az összes tanáromat tanáromat. Koppányi itt vagy Gyurhiás tanárulat. Miközben azt mondta Szűnyi tanár úr, hogy ő többet szenved tőle, mint Krisztus a kereszt fenn. Oké, nem kell rá büszkének lenni. Még Gulyás András százados üteg parancsnok jut az eszembe, aki azt mondta, hogy fiala nevegye dicséretnek, de magától 11 hónap alatt 10 évet öregettem. Írt egy másik osztálytársam is, tény, hogy az ember magánügyeihez a közösségnek nem sok köze van, de ha ezek a magánügyek a közösség egyik tagját az emberi mi, voltájá, mi voltjában mélyen megsértik, akkor a többi másnak kötelessége ezzel a kérdéssel foglalkozni, X, írja XY, aki férfi. Fiala ugye minnyájunk, ugye ez természetes, és épp olyan természetes az is, hogy ez a vita ilyen hevesen robbant ki, ez ellen kár is védekezni, amiatt felesleges, nagyképűen felháborodni, felesleges és nevetséges a másik személyhez vágni a hiányosságait. Ez annál is inkább undorító, mert bírálni csak az merjen, aki a bírálat tárgyában, tudásában feljebb áll a bírált személy szintjénél. Ez pedig az eset, ebben az esetben nem áll fenn. Nevetségesek Fiala János stilisztikai támadásai, amelyek egy közben megjelent írásomban voltak. Nem csak tudálékos és kérkedő voltuk miatt, hanem azért is, mert magát is becsapja, így próbálja az ügyet más irányba vinni. Holott jelen esetben az irományt nem stilisztikailag kell nézni, hanem az igazságot kell benne észrevenni, és az igazságnak vannak, és igazságok vannak benne. Ha esetleg a hosszú jókaira jellemző körmondatokat nem képes felfogni Fiala János, akkor nagyon sajnálom, véletlennek minden esetre nem mondható, a tény a statisztikai tanácsokat pedig az osztályfőnökömtől várom, nem tőle. Írja XY, akiről akkor azt hittem még, hogy a legjobb barátom. Most írta Ryan Gosling jut az eszembe, egy filmből. Aki nem értette azt meg, vagy lehetséges, hogy nekem semmiben sincs igazam. Az így egyatta a világám. De hogy a kitárgyalásnak ez a módja nem megfelelő, ez valamiért nem jutott az eszébe. Ahogy a többieknek sem. Hogy mindennek megvan a helye, és hogy mindennek következménye van. Akkor még nem tudtam, hogy Fritz Tamás ezt az országot következmények nélküli országnak nevezi, ami egy komplet baromság, igaz, anya? Te még éltél, amikor ez elhangzott? Hiszen mindennek van következménye. Amiről Fritz Tamás beszél, az az, hogy nem az a következmény, amit ő egyébként következményként látni szeretett volna. De hát ez Fritz Tamás magánügye, mintha ahogy mindenkinek a magánügye. Az enyém is, ha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy szerettük volna. És ez gyakran előfordul, de következmény az mindig van. Nem emlékszem már rá pontosan, hogy mit cselekedtem, és nem politikus értelemben nem emlékszem rá, hiszen elég sokat jártam Sziáterhez, hogy ezeket a dolgokat fel tudjam dolgozni. De abban biztos vagyok, hogy bármit is követtem el, ez a feldolgozási mód embertelen volt, és ma azon sérelmek közé sorolnák, amit egyébként verbális abuzálásnak neveznének. Hogy milyen hatást gyakorolt az életemre, amikor én 16 éves voltam, vagy közel 17, azt el tudom mondani, óriási. Pro kontra. Sokat tanultam tőletek, aztán sokat tanultam a pszichiáteremtől, a pszichológusaimtól, a barátnöimtől, a Krisztától, bizonyos szempontból a lányomtól is, hogy mit hogyan. De az anortodoxiám az ezekben az években alakult ki, meg hát természetesen egy kicsit korábban. Nem tudom, hogy utána még ennek az embernek mondtam-e bármit is, de bárki, aki részt vett ebben a fali újság cikkezésben, azt tudom mondani, hogy nem, nem. Egy más között vagy sehogy. Osztályfőnököt segítségül hívni... Mindenkinek vannak sérelmei. mindenkinek. Ezeknek a feldolgozási módja nagyon fontos. Ettől leszünk épp vagy sérült emberek, ettől vagy emiatt, vagy ennek a hiányában nem tud létrejönni sérelmi politizálás, amely nem csak a közéleti dolgok miatt tud kialakulni. Osztályfőnökünk furcsálta, hogy az elmúlt héten megjelent cikkre olyan hevesen reagáltak, és azok is, akik írtak a hajdani kliknek a tagjai voltak, Most ez nem véletlen. Igaz, én is kívülálló vagyok, de az ő elbeszéléseikből egy pár dologról tudok. Mondom, nem véletlen, hogy csak ők válaszoltak a cikre, hiszen ők is ismerik a legjobban a tényeket, és tulajdonképpen róluk is szó van, ha nyíltan nincs is kiírva. Sokan úgy tudják, hogy a Henriette féle ügy robbantotta ki a vitát, pedig az volt az utolsó csepp a pohárban. Én nem akarom sem támadni, sem védeni a Jánit. Természetes dolog, hogy ő is társat keres, mint a többi vele egykorú srác. Az, hogy ő bosszút esküdött arra a lányra, aki nem akar vele járni, szerintem csak első felindulásában tette. Hisz Mártin nem állt bosszút, ahogyan... Ezt nem tudom elolvasni. Lassan egy éve már. Mihánitől is bocsánatot kér, mint látjuk, újra jóban vannak. Jáni rendkívül ideges ember, akire nem lehet úgy hatni, hogy névtelem cikkben egy sor rossz tulajdonságát felsorolom. Ezzel csak még egy sebet ejtünk rajta. Arra a kérdésre, hogyha két ember együtt jár magánügye vagy sem, nehéz válaszolni. Az biztos, hogy kettőjük magánügye mindaddig, amíg a nagyobb közösség nincs, közösségre nincs rossz hatása. Mindezek ellenére szerintem az osztály egy kis közösség, nem azért van, hogy mindenki párt keresse magának. Képzeljük el, hogy a mi osztályunkban 13 pár, 26 ember, csak egy valaki mással törődjön. Kirándulásokon összejöveteleken külön-külön csellengenének, és vajon mit szólna a hét kimaradt srác, hogy miért nem őket választottuk milányok. Azzal, hogy Jánó az első cikkében nem a tényekre adott válasz, hanem félrevezette a témát, és ő ö, támadott elismert, hogy ő is hibás. De kérdezem én, mi az osztály többi tagja nem vagyunk egy hibások abban, hogy két és fél év után idáig jutottunk. Volt egy osztálytársam, aki és az osztálytárs ebből a szempontból bárki. Most is vannak osztálytársaim. Odaadta a levelet, nem rakta ki, mert azt mondta, hogy ő elmegy ebből az osztályból, és nem akar magának semmit sem ott rossz pontokat szerezni, mert ki tudja, hogy az adminisztrációt nem fogja gátolni ő tudtam a életben van, keresztneveket mondtam, vezetékneveket neveket nem fogok hozzá mondani. Mindenki azt képzel hozzá, amit akar. Orbánt, Gyurcsányt, Navracsicsot, Kovácsot, Szabót, amit akar. Odaadta a cikket, hogy én ezzel elégedjek meg. Soha nem fogom elfelejteni. Akkor már én is a távozás gondolatával foglalkoztam, Fogalmam nem volt, hogy a szüleim ebbe hogyan fognak belemenni, egyedül nem is tudtam volna elintézni. Vagy legalábbis feltételezem, hogy nem tudtam volna elintézni. Érettségi előtt voltam, ugye anya, nekem egyetemistának kellett lennem, érettségi előtt egy évvel elmenni valahonnan, átmenni valahova egy ilyen történettel, hát nem tűnt túlságosan sanszos esetnek, De úgy kiállni valaki mellett, hogy közben a közösség tagjai ebből semmit nem éreznek. Nem arról van szó Kósárné Kovács Magda után, hogy nem elég bátornak lenni, annak is kell látszani, de... Az a verbális abuzálás, ami a magyar közéletben kialakult, miközben a tettek teljes mértékben hiányoznak mellőlük, potyonditól bocskorig, Bocskortól Puzsérig, Puzsértól a Kejfe Jancsi Facebook csoportjáig, abban benne van az, amiből hiányzik a cselekedet, amely persze lehet annyira rossz és bántó, mint az ige. Lehet hasonló, mint a verbális abuzálás, de csak apukámat tudom idézni, nincs szükségem demonstratív szeretetre ha valaki elesik, és talán emlékeznek még a komáromi történetre, ahol egy nő megtántorodott, kijött a szaunából, a melléről lehullott a törülköző, odaugrott egy férfi, az első mozdulatával visszarakta a törülközőt, a második mozdulatával felsegítette. Megtehette volna ezt verbálisan is, tehát hogy lehet valakinek verbálisan a mellére visszatenni a törülközőt, és felsegíteni. Potyondi Edina pontosan tudja, hogy annak idején hívtam a műsorba, talán vendégnek, és természetesen rám is vonatkozik, hogy egy sor emberrel face to face kell megtenni azt, amit a háta mögött nem illik. Talán nem is arról van szó, hogy nem illik, hanem ott mind kalkulálni kell, annak a sírelemnek a lehetőségét, ami szemtől szembe is megvan. De ott legalább megvan adva a szansz arra, hogy a másik megtegye azt, amit a háta mögött nem lehet. Nem arról van szó, hogy szüntessük meg a kritikát, és szüntessük meg a kritikai rovatokat. De vannak olyan szituációk, ahol a kritikai rovat kilép az utcára, és találkozás követi. Hogy erről be kell -e számolni kritikaírónak és a kritizáltnak, azt nem tudom. Az, hogy én elkezdtem ismerkedni a riportalanyaimmal, abban óhatatlanul benne volt az is, hogy ez a háta mögött jelleg megszűnjön. Nem állítom, hogy mindent meg lehet tenni, és mindent szemtől szembe lehet megtenni. De ez a faluisság cikkezés is azt mutatta, hogy az, amire mi ott barátok nem voltunk képesek egymás között, azt egy faluisság cikkezéssel nem lehet megoldani. Azt akkor még én nem tudtam. Én nekem ez egy nagy tanulság volt, és a tanulságára csak évekkel később jöttem rá. Hosszú, hosszú évekkel később. Csináltam még nagyon sok hülyeséget. De mindegyik hülyeség után. Felébredt, vagy felébresztették bennem azt, hogy valahogy a dolgot reparáljam. Hogy a dolgot reparálni lehetette, az egy másik kérdés. Van egy sor dolog, amely reparál, reparálhatatlan, és az összeragasztott váza nem ugyanaz, mint széttörve. De. És hát természetesen. 50 év telt el majdnem, de 49 igen. Azt kérdezik, hogy a szikretment történetet miért idézem fel. Hát hol van ez a szikretment történettől? Az 20 éves sincs. És egy 50 éves történettel jövök elő. De mindenkinek van 50 éves története, aki legalább 60 éves. És egy 20 évesnek is vannak történetei. Csak más jellegűek. A Kejfe Jancsi alapvetően ezeknek a problémáknak a kitárgyalásáról szól, és ahhoz kell valamiféle exhibicionizmus, az én felfogásom szerint a szó legjobb értelmében, hogy ezekkel az ember előjöjjön, mert egyébként akiből ez hiányzik, az megjeleníteni se tudja a problémát, így aztán a, a megjelenítetlen problémának nyilvános feldolgozása sem lesz. Persze, anya tisztában vagyok vele, mi szükség van a nyilvános feldolgozásra. Hát, így aztán, ha nem veszik rossz néven, én ezt a kiállást, ami nem került a fali újságra, fel se fogom olvasni. Azt hiszem, él még, aki írta. Sokat köszönhetek anya, apa, annak, hogy segítettetek engem átmenni a Radnótiba. Ott egészen más világ volt. Valahogy egy életre elvette a kedvemet az apácaitól ez a történet, függetle attól, hogyha máskor nem, akkor most elnézést kérek mindazoktól, akiket 1973-ban vagy előtte megbántottam. Sokan közülük már nem élnek, ami egyébként egészen elképesztő. Itt érettségiztem. Ez már a másik osztály. szabad Kelle kell -e ezzel a hanggal kiállni? Bakonyi Bartos Bauer, Béres Borsodi Bros, Csabai Csiki Elek, Éliás Ernyei Fiala, Fömötör Györök Harsányi, Horváth Jeszenszki Kárai, Kékesi Kisdarúci Kubik, Ledacs Majdik Major, Makai Marcel Mészáros Muraközi, Nemes Patai, Pongrácz Rosenberger Szentkirályi, Szülcs Varga Vencel. Ez volt a harmadik cél. De tudok más névsort is mondani. Birkás Batos Darvas, Egri Goldberger Grossman, Gulyás Hódos Kis, Korcok Kovács Kőszegi, Lubovszki Milner Pap, Pázmány Rajk Rátkai, Sipőc Szedlár Szegő, Szendrei, Szilágyi Szűnyi, Vámos Vejmelka. Naponta fali újságoznak. Sokáig kerestem a helyem, és nem állítom, hogy megtaláltam. Györgyi Géza Lenkei Gábor temetésén mondta azt, hogy végül is az, amit a szövegemmel megteremtettem, abban valósítottam meg magam, miközben nem leszek, és nem voltam fizikából annyira jó, mint amilyen Györgyi Géza volt. Matematikából királyúli, magyarból Becheri van, meg annyi osztálytas. Becheri van. Közeleg a 66. születésnapom, amit kimondani is rettenetes, itt áll velem szemben egy 20. Huszon... 24 lesz. Hát. Mi fenn felháborító dolog? Elmurzsaporszivózlak, bazd meg! Kurtás, te hány éves vagy? Hát, akkor te megmaradsz. Az 50. születésnapomra Becher Iván a következőket írta. Fiala, 40 évvel ezelőtt találkoztam vele, először. Egy osztályba kerültünk Szőnyi tanár úrhoz, az 5. C-be. Négy évig voltunk osztálytársak, együtt tanultunk, kirándultunk, klub délután osztunk, Túlságosan jó barátok nem voltunk, én valahogy sehogy sem bírtam kiismerni magamat rajta. Aztán egyetemisták lettünk, én bölcsésző jogász, nem igen láttuk egymást, de valamikor a negyed év táján összekerültünk egy kiránduláson, beszélgettünk egy kicsit, majd elköszöntünk, és én rájöttem, hogy még mindig nem tudom magamat kiismerni rajta. Aztán pár évre rá összetalálkoztunk az akkor még tán Fülsznévre hallgató Hollán utca sarkán, mondta, hogy itt lakik az üvegvisszaváltó felett, rám nézett és nézett hosszasan, és én rögtön láttam, hogy még mindig nem ismerem ki rajta magam. Aztán valami tévés lett, vagy mi, fölbukkant egyik lakásunkban, ott csinált valami riportot, vagy mit, aztán elment. Megint nem láttam évekig, és megint azt éreztem, hogy az Istennek se bírom magamat kiismerni rajta. Aztán összefutottunk, mondta, hogy gyereke van, helyes, de nem élnek együtt, vagy igen, minden esetre nem tudtam magamat kiismerni, akkor se rajta. Aztán hallottam, hogy rádiózik, és mindenféle furcsaságokat csinál, és beszél, és gondoltam, hogy lám, még mindig nem ismerem ki rajta magamat. És aztán találkoztunk újra és újra, volt, hogy le is ült kicsit, de két percnél többet soha nem nyugodott, állt föl, és ment tovább, és ahogy múltak az évek, be kellett látnom, hogy mind kevésbé tudom magamat kiismerni rajta. Eltelt 40 év. Ő föl, fölbukkant azóta is, megáll vagy leül egy percre, mond valamit, de inkább hallgat egy kicsit, és már megy is tova. Aztán pár hét, pár hónap múlva felbukkan újra megbízhatóan, megszoktam, hozzám tartozik már, olyan, mint egy régi bútor, egy belakott utca, otthonos városrész. Megvan. 40 éve megvan. Tulajdonképpen semmi nem változott a 40 év során. Csak annyi, hogy ma már egyáltalán nem akarom magamat kiismerni rajta. Becherében. Emlékszel, anya? beker? Aztán elkezdtem dolgozni a rádióban hosszú hányattatások után, mert hogy nem lehetett tudni, hogy hol fogok kikötni kikötöttem én annyi helyen, de nem maradtam sokáig. Előtte majd 168 óra, annak idején nem mertem felhívni Mester Ákost, amikor a 168 órához kerültem, mondván, hogy azt a 168 órát ő már nem tartotta volna a magáénak. A közéleti heti lap ára 35 forint, főszerkesztő Mester Ákos, főszerkesztő helyettes Bölcs István. 1991. március 19-e. Az első cikk, Bajer Zsolt, még mindig forradalom. Ezt megmutatom. Történelemnek nem mondanám, hát annyira régen nem volt, de nem Bajer Zsolt miatt hoztam el, hanem a Pulitzer díj miatt mert hogy részpulicer díjas vagyok, ez a legnagyobb kitüntetésem az újságírásban eltöltött éveim. Ezt nem tudom befejezni. Itt van a jelenléti, ezt nem dobtam ki. És ismét egy osztálynévsör. Mit tegyek? És őt? Abba mutass. Ja. Osztálynévsor. Barát Bocskai, Bolgár, Borenics Bölcs Domány, Dömsödi Erős Farkas, Feldhofer Fajer Fiala, Fodor Földi Frey, Friderikus Füredi Gálik, Gárdai Györfi Havas, Holauer Hollós Horvát, Ipper Kardos Kondor, Kovalik László Lendvai, Mékuti Merza Mester, Mihancsik Müller Ney, Najman Nika Ocsovai, Ocsovai bocsánat, Orosz Rácz Rádai, Rangos Sándor Simkó, pészabú Szalai Szénási, Szente Szikra Szilvási, Szöllősi Szörényi Tarnói, Váradi Vicsek Zelei és Zentai. Azt nem akartam hozni még valami papírt, azt nem tudom, hoztam Kell Kellenének. Igen, elhoztam. Sok probléma volt velem, abból párat felidéztem de nem bírtam aztán ezt abba hagyni, és problémaforrásként megmaradtam később is. Több mint két héttel ezelőtt, és ez sokkal később, ha nézik, Ha nézik egyáltalán, vagy hallgatják, akkor 2023. február 12-én lett volna apám 100 éves. Urnáikat megőriztem, hogy két zsidó miért égeteti el magát, azt kérdezzék meg tőlük. Nekem nem sikerült. A bánó mondta, hogy Auschwitz után zsidó nem égeti el magát, de ők mégis ezt tették. Ez a műsor rólam szól. Egy nyilvános önballomás. 23. Mindent elmeséltem, ha rágyújtottam egy szivarra az apácai mellett, amikor az MSP fogadására jöttem karácsonykor, és láttam hajléktalanokat a Verespálni utcában, és felhívtak, hogy akkor azt a pénzt, amit szivarra költöttem, azt miért nem adtam oda a hajléktalanoknak kiálltam emberek mellett, ügyek mellett, súlyosan megégtem. De biztos rászolgáltam. Harmadfokú égési sérülésem talán nem volt, de másodfokú igen. Az idő megoldott a plastikai sebészhez, bőrátültetésre nem kellett mennem. A hegek ott vannak a testemen, mint holmi Mel Gibson, ha levetkőzni, meg tudnám mutatni, de itt ehhez nem kell levetkőzni. Tehetségemnek nem visszaigazolása, hogy most is műsort vezetek, mert tehetségtelenek is vezetnek műsort. Szerencsés vagyok. Nekem a leválás a szüleimről felnőttnek lenni nem életkor kérdése. Volt egy műsoron, Fiala János műsor a gyermeklelkű felnőtteknek. Egy 66 éves nem tud gyermeklelkű lenni, mert nem gyerek, de hordozhat magában személyiségi jegyeiben olyan elemeket, amelyek inkább jellemzőek egy gyerekre, mint egy felnőtre, és ennek megvannak a maga pozitívuma és negatívumai egyaránt. A műsorban elmeséltem, hogy régen, ha valaki kakil, akkor lehúzza, ma az ember megnézi, hogy milyen színű. Ezt Jakutcsák Gabriella teljes mértékben kiragadta a mocskorféle műsorban, ahol ötösben tárgyaltak ki egy olyan egy órát, amelyet ha az ember nem helyez környezeti kontextusba, sem értelme. De ebben a mai világban már senki nem helyez semmi se környezeti kontextusba, nem olvas fel teljes levelezéseket, kiragad dolgokat, megítéli, és az esetek zömében egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy ennek mi a következménye. Egy felnőtt embert nem lehet ugyanúgy abuzálni, mint egy gyereket. Egy gyerek az még olyan, mint a csecsemő, akinek a kutacsa nem ford be. Őt könnyebb és másféleképpen lehet bántalmazni, mint egy felnőttet, és egy felnőttnek többet kell kibírni, amiközben erről alkotmánybírósági döntés nincs. Szerintem egy politikusnak nem kell többet elviselnie, mint másnak. Szerintem ez baromság. Szerintem hülyeséget csinált az Alkotmánybíróság. De ha azt mondta volna az Alkotmánybíróság, hogy egy felnőttnek többet kell bírnia, mint egy gyereknek, ha ehhez egyáltalán kellett volna alkotmánybírósági döntés, akkor azt mélyen, azzal mélyen egyetértettem volna. Jakovcseg Gabrielából a sértettség szólt talán. És ehhez én is hozzájárultam. Hiszen 2013 májusában valaminek a hatására, a Sándor Erzsi írására beszéltem a kettőnk magánéletéről, lehet, hogy illetlenül, és ennek megmaradt a nyoma, a műsorvezető nevezetesen én beolvasott egy tévés műsor kritikájában, ma, amelyeket Sándor elzsírt Jakub Csak Gabriella Ridikül műsoráról. Fiala és Sándor véleménye megegyezett arról, hogy a Ridikül Jakub Csakkel együtt egyszerűen borzasztó. Ezután Fiala eldicsekedett azzal, hát hogy eldicsekedett, nem hinném. Tehát végülis is a Jakubcsekkel járni, az szerintem nem dicsekvés. A fialával járni, az nem dicsekvés, és ha az ember második erzsébetten járt, arra se vág föl. Emberek vagyunk. Ami szerint eddig is köztudott volt, hogy lefeküdt Jakubcsekkel, erre kapott pár megjegyzést, amire ingerülten, majd a a sértegetve reagált egy elvetemült hallgató, még azt is megkérdezte, hogy análisan közösültek-e, amiből ugye az lett, hogy többen e, aztán a cikket úgy írták már meg, hogy én análisan közösültem Jakubcsek Gabriellával, holott én ilyet egyáltalán nem mondtam. Ez már ugye a címadásnak a fantasztikuma. De én ezt 2013 májusában rosszul tettem. És ezért én Jakub Cseh Gabriellát tíz évvel később megkövetem. Nagy kérdés, hogy ha én ezt akkor nem teszem, vagy hamarabb kérek elnézést, akkor vajon 2023. februárjában mindaz, amit egyébként Jakub Csak Gabriella a Kejfejancsiban látott, részéről hasonló megítélés alá esett volna, vagy sem. Tudom a telefonszámát, 39 444, nem folytatom tovább, ha ez még ugyanaz. Közel is lakunk egymáshoz, megkérdezhetném tőle. De Király Julival se tudtam mit kezdeni, azt követően, hogy azt tette velem, amit tett. Bocsánatot nem kért, de a kadarkai műsor után írt nekem. Ezek nem így rendezhetőek, hogy hogy rendezhetőek, nem tudom. Én az apácai történetet úgy rendezem, hogy nem járok osztálytalálkozókra és pszichológusokra és pszichiáterekkel dolgoztam fel. Azt, amit másokkal nem tudtam hozzátéve, hogy ott is valószínűleg elkövettem valamit, de ki nem követel valamit? Én most nem a magam relati cselekedetét relativizálom, hanem arról beszélek, hogy minden kísért másokat, mindenkinek az a dolga, hogy el tudja dönteni, hogy az ezzel kapcsolatos reparációs munkát hogy végzi el. Mindannyiunk felelőssége alapvetően egy-egy emberé, természetesen ez közösség is, de ez mindenkinek a saját felelőssége. Mindenkiben ott dolgozik a sértettség, legfeljebb nem hajlandó bevallani. És ha visszamutatnak rám, hogy fia, tese vagy különb, a belgyógyász is meghal de amíg aktív mások emberek gyógyulását segíti elő. Förtelmes volt az a műsor. De alapvetően azért volt förtelmes, mert nem rólam szólt. Nagyon érdekes volt kiragadva látni. Amikor a Szikretment történet folyt, amelyet hatalmas érdeklődés követett, akkor nem egyszer hallgattam végig és háborodtam fel a rólam szóló műsorokon, és másnap kitárgyaltam a Kejfej Jancsiban. Ma ennek már nem találom értelmét. Nem azért, mert a szikletmen történetet és ezt a mozsaporszívót nem hasonlítam össze. Hanem az ember talán amiatt is, mert kevesebb az ideje, megpróbál szelektálni és eldönteni, hogy mi a fontos és mi a fontos talán. Miközben egyébként az ő tér támadásra válaszol, mint hogy most is válaszolok. Hozzátéve, hogyha bármiben okot adott rá, akkor ezt elismeri. Én nem tudtam kilenc éves koromig, vagy tíz éves koromig, hogy zsidó vagyok. Ahhoz zsidónak kellett már lennem, hogy zsidóként megbánthassanak, hiszen a korábban bántottak volna meg zsidóként, nem tudtam volna, hogy rólam van szó. <laughs> Milyen a nem? Soha nem fogom elfelejteni egészen elképesztő élmény, amikor 2017, az már csak hat éve van itt, de februárjában eljöttem az utolsó műsoromról a Rádió q mert nem volt mondandóm. Betelefonált még a tulajdonos, de nem akartam vele beszélgetni, és eljöttem. Otthonomban voltam már, amikor Szigetvári Viktor és Róna Jegon Egymástól teljesen függetlenül felhívtak telefonon, hogy bement a műsorvezető, szerzett valahonnan egy technikust, vagy a régi ott maradt, ki tudja. Csalúcskis volt, nem tett különbséget ember és ember között, Zsolt Furcsa fiú volt. Beült a mikrofon mögé, és műsort vezetett. És nem történt semmi más, mint hogy az, akik most Facebookon engem szidnak, és soha az életben nem kerülnek elém, vagy csak nagyon kis kivétellel, ott hirtelen! meglátva a lehetőséget, elkezdtek telefonálni, és nem az én utolsó műsorommal, hanem a rádiókú utolsó műsorával, vagy egyik utolsó műsorával a megszólalásának utolsó napján elmondták, hogy ők engem mennyire utálnak. Ezt az alkalmat használták fel, mintha valakinek a temetésén az emberek odaállnának a sírhoz, és Otthon ültem, nem akartam hinni a fülemnek. Fogtam magam és betelefonáltam, hogy jól tettem-e vagy sem, nem tudom. Mélyen fel voltam háborodva. Azoknak a kritikáknak egy része könnyen lehetséges, hogy igaz volt. Az a mód, ahogy az ott megtörtént, Tudom, anya, lehetőséget adtam rá. Én nem lettem műbútorasztalos. Bú Bár lehet, hogy a műbútorasztalosokkal is előfordul ilyen. És orvos se lettem, apa. Nem. Bocsánat. Anyám, azt hiszem, akkor már nem élt. Nem tudom. Te már nem éltél. Te az egész kejfejöncsiból semmit se láttál, már apa, hogy a lányomat se láttad. Soha nem fogom elfelejteni. 2016. novemberében írtak arról, hogy Fiala János a szülei hangvait szekrényben tartja. Az utolsó esélyben erről szó is, szó volt. A két urna alakra szíre, de még súlyra is megjegyezik, pedig anyám sokkal könnyebb volt apámnál, most magamat idézem. Anyám halál után egyetlen dolgot vittem el a lakásból, az apám urnája. Anyukám urnája, apukám urnája mellé került, mindketten az előszobai beépített szekrényben vannak törülközők, zsebkendők, ágynemű tőszomszédságában. Valóban otthon a beépített szekrényünkben vannak a szüleim urnái, jelenleg a lányom, lányom ruháit is ott tároljuk, így néha ide-oda pakoljuk őket, ugyanakkor valószínűleg így sokkal többet gondolok rájuk, mintha a Dunába szórtam volna a hamvaikat. Tudom, hogy ez nem a legmegfelelőbb megoldás, de jelen pillanatban nem tudnám megmondani, hol lenne számukra a legmegfelelőbb nyughely, mondta a rádiós, aki nem csinál titkot abból sem, hogy erősen foglalkoztatja az elmúlás gondolata. Abban biztos vagyok, így, írtak később rólam, hogy a halálommal nem szeretnék a lányomra plusz terheket róni, mert enged fiala hozzátéve, vagy élete jelenleg épp egy kiegyensúlyozott szakaszában van. 2001. április 27. Pályi András. Vigyázzon magára, magának a hangjában van az ereje, mint Sámsonnak a hajában, mondta még hetekkel ezelőtt a betelefonáló női hang a Budapest Rádió szokásos gondolatébresztő Kejfejancsi névre hallgató reggeli misorában Fiala Jánosnak. Ha jól emlékszem, már az utolsó percekben és az aznapi témák menőihez talán nem is egészen köthetően, bennem ez a telefon mégis mélyen megmaradt. Nyilván, mert valamikor én is a hangjáért kezdtem fialát hallgatni, még a Petőfin, azért a hangért, amelyhez jó ideig számúra se ar, se életkor, se életre sem kötődött, és megvallom -e körülményekben külön örömmel leltem, így nem is nyomoztam utána, gondolom attól tartva, hogyha ez a hang is testetölt, elszáll a varázs. Tudni -e, hang igen karakteresen elütött az összes többi hangtól, amely a magyar rádióban hallható volt, noha jó pár hangot számon tartottam ama többiből nem egyszer épp karakteres, jellegzetes, egyéni, mi voltuk miattám a fialái mindettől eltért valamiben fontos aspektusban. Ráadásul jó ideig magannak sem voltam képes megfogalmazni, mi ez a valami. Most már tudom, vagy legalább azt hiszem tudom. Megpróbálom hát elmondani. Rendszeres reggeli rádióhallgató vagyok, és a Budapest Rádió beindult a maga reggeli fialájával, természetesen odaszegődtem. Mellékesen mondom, de a történethez tartozik, hogy a Budapest Rádió hallgatásának különösen eleinte megvolt a maga romantikája, a ritka rossz vételi lehetőséggel, a meglepő adókarbantartásokkal, az ellopott kábellel, amely csak nem teljes napon át jelentett következésképp a szabad európás időben szocializott hallgatóknak, amilyen magam is vagyok, akarva, nem akarva kezdtek rossz gondolatai támadni, tessék a mai műsor is akár emlékeztethetne a szabad európára a maga késői kezdésével. Ma sem tudom, hogy minden csupán a véletlen szeszélye, vagy puszta balsors volt, de tény, hogy a körülmények a hallgatói tábor kicsit rossz irányba vitték, ezt számos élő telefonhívás is jelezte. Tudnik a hallgatók, Tűnik a hallgatók egy, egy ilyen affér után kezdtek kimondottani ellenzéki adódnak kezelni a rádiót, ami önmagában nem lenne baj, ha Budapest Rádiónak nem lenne más az ambíciója, Fiala Jánosnak meg különösen. A legszívesebben azt mondanám, hogy Fiala miközben néha zavarbejtően szubjektív, már-már már exhibicionista, vagy inkább csak annak tűnik, hisz kifecsegi magánélete, látszólag jelentéktelen apró ö, eseményeit vérbeli közíró. Szik, mondom én. Csak éppen nem író, hanem beszélő, azaz műsorvezető, ám feladatát úgy végzi, hogy ezt minden pillanatban a közélet magasabb szempontjai határozzák meg. Akkor miféle csizma az asztalon a privát fiala újra meg újra? Talán ez akar a kis színes lenni a politika és a gazdaság súlyos kérdései közepette, dehogy. Éppen nem. Csak arról van szó, hogy nagyon más értékrendet képvisel, mint ami a magyar rádiózásban, a közszolgálati és a kereskedelmi éterben egyaránt ma dívik. Mert közéleten, közügyeken politikát értünk, ez az egyik pólus, másfelől pedig ott hangsúlyozottan a politikus privátszféra, Lásd Bumerang a Sláger ami persze álprivátva is igazán mélyen nem személyes, éppen azért nem, mert csak így szolgálhat azzal a bizonyos felhőtlen szórakozással, ami megfelel az adott hallgató igénynek, vagy akár igénytelenségnek. Fiala most hétfő reggel viszont minden gátlás nélkül kijelenti az egyik szemreányú hallgatói telefonra, hogy nem bánja, ha elrontotta a reggelünket, tudni, hogy ő maga is rossz kedvű. Hogy is ne lenne, azt hiszen harmadjára foglalkozik azzal a tényel, és jószerűvel egyedül az egész országban, ami a holokauszt emléknapon a parlamentben történt, amikor is a mi képviselői nem részt a megemlékezésen, többek között azért, mert épp abban az időben frakciólés tartottak. De ettől miért szomorú? Hát nem tudta, teszi föl neki többen a kérdés, de hogy nem. Tudta ő, csak hogy a szomorúsága nem politikai reakció. Egyszerűen a civil kurázsit hiányolja a társadalomból, azt a polgári erényt, ami minden egészséges társadalomtól elvárható, hogy legalábbis egyes tagjai hangosan nemet mondanak, amikor bizonyos erők az embertelenség és az ajóság apoteózását hirdetik. De minél inkább hiányolja a civil kurázsit, annál kevésbé akar előtűnni. Vagy mégis, én nem felháborodtam, kiakadtam, mondja, de végül minden nagy lehangoltsága ellenére megköszönni a hallgatóknak, hogy a hétfői reggelen megengedtek néhány olyan telefont, amelyet a múlt héten nem állandóan félreértjük ugyanis egymást. Szent Ivány István, az SZDSZ frakcióvezetője, aki pártja érdekeltsége okán keres meg telefonon, minden további nélkül a Fidesz kormány nyakába varja a felelősséget a civil kurás eltűnése miatt is, amely a maga módján még igaza is lehet, ám a lényeget nem érti, hogy most itt egy pillanatra neki is ki kellene lépni a hitelét vesztett politika bűvköréből, nem tud kilépni utóvégre politikus. Fiala viszont folyamatosan kívül áll, miközben egyfolytában a tűzzel játszik. Ez az ő mássága, ez az ő személyessége, a mélységes magánügye, mint aki azt mondja, anélkül, hogy mondaná, csak így érdemes, civilként kiakadva. Egyszer még jó lesz arra gondolni, hogy volt egy ilyen hang is. Igyekeztem elhelyezni ezt az urnás történetet, anya, apa. 2027-ben nem tudom, leszek-e egy fejancsi. Ha a 444.hu nem írja meg, szerintem nem is lett volna ebből semmi. Cinkóci Sándor Fiala János élőben porszívózta fel apja hamvait. Azt kell, hogy mondjam, hogy egyedül a cím az, ami hangzatos. Egyébként ahhoz képest, hogy nekem milyen a viszonyom a 444.hu-val, ez egy ez egy helytálló írás. Akár köszönetet is mondhatnék a 444.hu-nak, hogy figyelemre méltatta azt, ami történt, függetlattól, hogy én ezt nem a saját magam népszerűsítése, vagy a műsorom népszerűsítése kedvéért tettem. Hozzátéve, hogy a teljesítménykényszer, ami rá mindig rosszul hatott. Most mond, anya, fontos az, hogy ezt a műsort hányan nézik, hallgatják? Nem. És mit, mit mondasz, anya, hogy ezzel kapcsolatban? Jó, erre még visszatérünk. Ami a visszhangját illeti, ami a hatását illeti, ma épp úgy megvan, mint korábban van meg. Volt meg. Aztán megkeresett a nap híre, amely köthető német egy szilárdhoz, akivel valamikor viszonyban voltam, de most már nem hiszem, hogy volnék. Valami borzalmas dolog történik Fiala Jánossal élő adásban Horváth Fanni. Fiala János podcastját nemrég a YouTube-ra költöztette, fél éve történt ez Horváth Fanni. A friss adásban olyat csináltam, amire a podcastok történetében valószínűleg még soha nem volt példa. Dörödöm, dörödöm, dörödöm. Aztán felfedezte ezt a történetet a 444 hatására a kuruc.info, amelynek a jelentősége tízes skálán egyes, de anya tudod, és ez a sárga csillag, ami kicsit megfakult, így talán sárgebb. Kuruc. info. A cím az értékteremtő zsidó rádiózás csúcspontja Fiala élőben porszívózta fel apja volt. És tudják, a Mazsihisztől az Emichig, a Klubrádiótól az Origóig kellett volna kiakadni, és önöknek, meg a Facebook csoportnak, meg mindenkinek, hogyha Fiala felporszívózta apja habvait, akkor azt lehet rossz szemmel nézni de az értékteremtő zsidó rádiózás csúcspontjaként apostrofálni dacára a címnek az antiszemitizmus. Ez az ország pedig állítólag nem tűri az antiszemitizmust, függetlenül, hogy a Kuru hol van a szervere. Itthon vagy Amerikában. Fiola élőben nem porszívozta fel apja hanvait, hiszen a hamvakat kiszórta. A morzsaporszívó arról szól, drága barátaim, hogy ezen a terítőn ne hagyjak nyomot, mert a kurtás nem azért van itt, hogy az apám honvaival bajlódjék. A halott nem én követtem el. A halott gyalázást önök követték el. Akkor, amikor a hátam mögött az eseményeket és az igazságot elferdítve, részadatokat elhallgatva vádoltak engem meg, alapvetően exhibicionizmussal, jakupcsektől, bocskoronát, Potyondi Edinán keresztül akárkig. Ugyanis nem porszívúztam föl például apámon vagy súlyosan megsértett egy gyászomban. A magánéletemet mutattam be önöknek, mint korábban bármi mást. Ha ez nem a YouTube-on menne, akkor csak annyi lenne a műsor, mint amikor anyám meghalt. Annak mégsem volt ilyen visszhangja. hátlép az agarakkal a Infótól, az ATV-n keresztül, Potyöndi a YouTube csatornájáig. Plusz Klubrádió. A bolgár úgy tűzte ezt műsortémának, hogy halvány lila finkje nem volt arról, hogy mi történt. Hogy Horváth Péter jót tette, vagy rosszat a telefonjával, Horváth Péter mindig ilyen. Róla majd egy önálló műsort is látni fognak távolétemben. Ami utána történt szégyen és gyalázat amit a Facebook csoport megengedett magának Bolgár György műsorában, azt itt sose engedné meg magának. Hiszen Bolgár Györgyel nem tudnak vitatkozni, ő nincsen az adatok birtokában, mint hogy egyébként a műsor családta. Haragudjak rájuk, anya? Nem haragszom rájuk. Érdemes rájuk odafigyelni? Nem. Most azt mondanád, hogy ilyenek a magyarok, kellett nekem ide születnem, de hát erről, drágáim, ti tehettek. Naphíre megírta, hogy fiala János miért porcivozta fel apja hanvait. Kedves németes szilárd, én válaszoltam az újságírónak látszó emberkérdéseire, de hiszen a műsoromban elmondtam. És a média egy is megírta a nap hírére hivatkozva, hogy én miért porszívóztam fel apám hangvait, miközben nem porszívóztam felapám apám hangvait, de a média egyet se érdekelte az, hogy az események egyébként nem így történtek. Átveszik egymás híreit az újságok, és közben nem érdekli őket az igazságtartalma, aztán én leszek az, aki Szigszai Péter miatt megszívom azt, amit a HVG meg a figyelő írt, mert rajtam veri el a port Szikszai Péter, Pataki Árpád bíró úr által jogosan, hogy komolyan vettem azt, amit a figyelő és a HVG ért. Én egy ilyen lakmuszpapír, egy ilyen elbaszott lakmuszpapír vagyok. Az origó azt írja, Fiala János baloldali riporter élőadásban porszívózta fel a saját apja hamvait, más apja hamvait egyébként eléggé, tehát az tényleg, tehát Fiala János baloldali riporter élőadásban porszívózta fel, Kovács úr hanvait azért azt, hát azt, azt, azt hiszem, azért azt nem mertem volna. Tehát Kovács úrral nem szeretnék így újat húzni. Így lesz aztán, tudják, egy padban a Krucinfo és az Or Origo, az értékteremtő zsidó rádiózás csúcspontja és a baloldali riporter. Mint hogyha lenne lehet jelentősége annak, hogy én baloldali vagyok-e, vagy zsidó. Hiszen ez előrébb való, mint apám hanvainak felporszívózóssal. tehát? felporszívózása. És hogy közben lehetne foglalkozni az orvosi kamarával? Lehetne. De tegnap az az egyetlen betelefonáló, aki betelefonált, hát nem a saját véleményét mondta el, hanem arra volt kíváncsi, hogy mit fog majd mondani ezzel kapcsolatban Navracsis Tibor. Navracsis Tibort majd én meg fogom erről kérdezni. De önök nem bújhatnak Navracsis Tibor és Tóth Bertalan háta mögé. Az önök véleményére voltam kíváncsi. Nem sértődtem meg. Tükröt mutattam önöknek. Potyondi Edina szerint fia János kiárult az édesapja méltóságát, amikor felporszívózta a Az ATV-ben Jakucsek Gabriella nem átallott elmondani, hogy nekem engedélyt kellett volna kérnem, vagy legalábbis meg kellett volna kérdeznem a rokonokat. De hát, Gabi, nincs apámnak rokona. De ezt nem kérdezted meg tőlem. Most már elnézést kértem tőled azért, anális szexről nem volt szó. Én rosszul tettem. Most mondjam azt, hogy amit te tettél az ATV-ben, az gancegál. Nem mondom. Ma már ez a fiala ilyet nem mond. De jössz egy bocsánat kéréssel. Elmondhatod legközelebb az ATV-ben. Csak ne vágják. Potyondi Edina, aki az egészet egy... Ugye messze ő a legfiatalabb ebben a körben, aki megnyilvánul. Ugye azt mondja, szegény Jani így 40 éve a neurózisával, és nem maradt semmi a spájzban, csak az apja emberi méltósága. Nem házalok a neurózisommal. Az osztálytársaim jutnak eszembe. Utoljára tegnap voltam a Sziáteremnél. Egyébként a dolog lényeg anyag. Nagy, jó, akkor a térjünk ki a végén. Nem házalok a neurózisommal. Az, hogy beszámolok róla, e tekintetben a maga módja nem cselekszem mást, mint hogy Erős Antónia beszél a cukorbetegségéről. Maga mégsem mondja az, hogy Erős Antónia házalna a cukorbetegségével. Nem maradt semmi a spájzban, csak az apja emberi méltósága. Az apám méltósága nem ebben az urnában volt, így a spájzban se lehetett, ahol egyébként sose volt. Az apám méltósága az ő testében, az ő szellemében lakozott, és Potyöndi Edina kurvára el apám szellemétől mocskos szádra apám nevét nevet. És ne vegyél engem se, akit azzal vádolsz meg, vagy azzal vádol meg, hogy az apám méltóságát árultam ki. Apám méltóságát a magam szemében ezáltal teremtettem meg. Egy YouTube csatornán lett légyen az bármilyen nézet. Az én személyes jelenlétem nélkül ilyeneket mondani gyávaság olcsó poén. Meg tudom magyarázni, amit csináltam, legfeljebb nem fogadná el. Az apám méltóságával nem. Az pedig, hogy legalább egyedi ötlet lett volna a fiala álmokfutása, de szerint ezt az ötletet is a Monty Python egyik jelentéből lopta, azon kevesek közé tartsom a magyar médiában, aki nem néz külföldi csatornákat annak érdekében, hogy onnan példákat tudjon szedni. Szemben mondjuk Friderikus Sándorral, aki a hazai rádiózás, tévézés, most már podcastgyártás egyik nagyja. Ő nagyon sok ötleti, akár csak Vitrai Tamás, és ebben nincs semmi szégyen, külföldi példákból szette. Nézte, meghonosította. Én a saját ötleteimet valósítottam meg, jó rosszul. Ha a Monty Pythonban véletlen lett volna egy hasonló, mint ahogy egyébként nem volt. Mert ami volt, az nem ugyanaz. Az a véletlen mű. Én nem olcsó népszerűségre akartam szent lenni, mint ahogy most az a kérdés, hogy egyébként hányan mostak fogat élő adásban, ez se nagyon érdekel. din Edina soha a büdös életben nem fogja emiatt magát elszégyelni, csak akkor. Ha egyszer lesz egy olyan pillanat, amikor rá fog jönni arra, hogy nekem igazam van. De az a saját életével lesz kapcsolatos, és nem azzal kapcsolatos, amit most itt elmondtam. Most azt fogja mondani, hogy a sértett hiúsága beszél. Mert így könnyebb elhárítani. Mesterákost igézem neki meg kell maradni kívülállónak, áll, kívül hepciás kamasztak, nyelvöltőkető, kiskorúnak, felnőttek szörnyű világában. Igaza van, néha bele kell bődülni a mikrofonba és elküldeni mindenkit a fenébe. A hiszterizáltakat, a fontoskodókat, a vicceseket, a nyavaigókat, a jobb szél és balszél szél írt írta Mester Ákos. A paraszbizottság provokálóit, a közakaratos vakhitűeket, rettenetes ellendrukkereket, a még rettenetesebb rajongótábort, a kiméletleneket, a hizelgőket, a nagy Ifjakat, és azokat is, akik szeretnék magukat nagy öregként számon tartani. Igaza van János, élesnek kell lenni, olykor penge élesnek, támadókedvűnek, máskor naívnak vagy álnaívnak, néha krakélernek, néha tisztelettudónak és körmönfontnak, mélázónak, felpörgetetnek, lelassulónak, nyeresnek, lazának, mindig úgy, ahogyan a beszédhelyzet hozza, a politikai helyzethez igazodjanak a mindenkor igazodók. Igaza van, szinte minden válasz kétségbe vonható, és igaza van, bárkit kiverhet a víz, ha maga úgy kezdi a kérdést, Na akkor most azt mondja meg nekem. Igaza van János, a kedves hallgató gyakran idegesítővé válik, a kedves betelefonáló végtelennek szánt szövegelése közben elveszítjük a türelmünket, fölle bennünk a kíváncsiság meg az érdektelenség. És akkor még nem beszéltünk az ezer egyéb okról, amely ugye igenis indokolja, hogy az ember élő adásban is lerátsa a potvétert. Ó igen, utána vaksin hunyorog, amíg törülgeti a szemüvegét, belesolytozik a világba, ja Istenem, közben meg úgy tesz, mintha csak magában beszélne. Igaza a János? állandó mozgásban vagy túlmozgásban kell lenni, veszélyesek, önveszélyesnek, fenegyereknek, kiröhöghetőnek, szerethetőnek, sértődékeinek, sérülékeinek, agresszívnek, érzelmesnek, magányos férfi embernek, lányos apának, hencegőnek, panaszkodónak, perlekedőnek, mindig felperes tudattal, többnyire alperesnek. Igaza van János, legyen az embernek rengeteg barátja, de ellenségből is legyen csinos kis kolláció hogy újra lehessen készülni a következő összetűzésre, verbális felfegyverkezésekre, fegyverszünetekre, ingerül szóváltások után, megszerűdülésekre, és aztán jó lesz kezdeni előről megint. Tudjuk, János, a személyiségjegyek beépülnek a szóhasználatba, a mondatfűzésbe, a kérdezés technikába, a riporteri attitűdbe. Sokféle színből varázsolódik a hivatásos beszélő karaktere, nem tudható hogyan, és nem tudni azt sem, miként őrzi meg valaki rádiós csüvölvénykorának jellegzetes vonásait. 50 évesen. Szívesen mondanám, soha ne nőjön be a feje lágya, de persze egy meglett embernek ilyesmit nem mondhatok. Hát maradjunk, hát maradjunk a, konze a konvencióknál, vigyázzon magára. Isten éltese János, baráti szeretettel, Mester Ákos. Ez a Fiala János 50 című kötet, amelyet Humpola Krisztina csempészet a hátizsákomba 16 évvel ezelőtt, amikor Gambiába mentem. Most arábiába megyek. És feltétlenül nem fog csemp se csempészni a hátizsákomba, bár csempészne valamit, már saját egy csempészte azóta az életembe, és ezért csak hála és köszönet jár neki. Molnár Gál Pétert még a nem élők közül ide idézek, és aztán elköszönök. Ha akarnak, akkor telefonálhatnak. Nem tudom, mit lehet mondani, hát próbálkozzanak meg vele. Fiala János kellemetlen fráter írja, Molnár Gál Péter. Önfejű, makacsul kérdező, nyakasan eltéríthetetlen, konokul, kizökkenthetetlen, undokul, igazmondásra törekvő, telibekérdező, aggasztóan kíváncsi, ahogy sorolom, nem is annyira borzasztó. Önfejűnek látszik azokkal szemben, akik szívesen használják gondolkodásra mások fejét. Buldog természetten ráhalap egy kérdésre, nem ma hagyja mellé beszélni, interjú alanyát, mint látszott kérdezők. Kizökkenthetetlensége kellemetlen, de jobb a partnere személy közé unatkozóknál, akik kérdeznek ugyan, de nem kíváncsiak a felletre, mert már a soros kérdésüket fogalmazzák meg magukban. Fiala nyersessége állart szégyeli hivatalos indiszkréciója. Tapintatos és szemérmes ember létére azonban hivatalból indiszkrét. Közérdekből kíváncsiskodik, de őt magát is érdeklik a válaszok, azt hiszem mindenki érdekli. Minden érdekli, majdnem minden. Többnyire mindenről tud, gyorsan elsőként első szájból, bár felül néha a szóbeszédnek, ugyanis fiala naív. Naivitás nélkül nem lehet őszintén kíváncsinak lenni. Kíváncsisága megmarad a műsora végeztével. Tülnik az ember érdekli. Az ember érdekli, a többi ember, mindenféle ember, feltéve, ha ember törődik alanyaival a műsor után, és elég hűséges természet. Nem csak önmagához hű, pedig már ez is elegendő volna. Jobban meggondolva, Fiala János nem is olyan kellemetlen fráter. Írta Molnár Gál Péter. Mindenkinek adjak a véleményére, ugye? Szűnyi tanár úrtól, a nem tudom kiig. Ezt mondtad, anya? Ezt mondtad. És most mit mondasz? Mit mondasz, apu? Oké, tudom, hallom. Azt mondjátok, hogy szarjam őket le. De ezt miért most mondjátok? Vagy rosszul hallottam? Vagy meg kellett ehhez halni? És hogy egyébként, hogyha leszarja az ember őket, attól még természetesen ők megmaradnak, és akár igazuk is lehet, csak hogy mindent megfelelő módon kell a másik tudtára adni ahhoz, hogy az hasznára tudjon lenni. Hát ebben némileg ti is adósok maradtatok, de megnyugtatlak benneteket, ezt a vonalat tovább vittem, és számtalan dolog miatt kérhetek elnézést a lányomtól, akivel a közeljövőben találkozom, független attól, hogy pörös szájával ő is milyen sérelmet tudott okozni az apjának, de most aztán igazán nem állna jól nekem, ha arról kezdenék beszélni, hogy fiala János visszarúgott. Az emberi méltóság és a felnőttség az diktálja, hogy az ember saját magába találja meg a hibát, és hogyha másban is van, akkor ne arra hivatkozzon. Ezt a műsort halott szüleim emlékének, Hompola Krisztinának és a lányomnak ajánlom. Ha betelefonálnak 061 253 8812 12, ezzel minimum legyenek tisztában. Figyelek, ha van mire. Tessék. Szia, Balgóta József vagyok. Már annak nagy súlya van, hogy meghallgat az őszintességedet. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, megtisztelt velem. Szia, Balgóta József vagyok. Bocsánat, elnézést. Elrontottam a rádiót. Ezzel megtiszteltél, nagyon köszönöm. Nem akarok többet mondani, és köszönöm szépen. 061-253- egy, kettőtve 88.12. Elrámolok, amíg elrámolok, addig hívhatnak. A gondolataimat ugyanúgy nem tudom visszarakni magamba, ahogy a tárgyakat vissza fogom rakni a kék táskámba.